Volte sono assetto per una mattina che lei per più di lei per più sera per lei e stasera igen ritka hogy ember életében tényleg mondtam, hogy ezt a Kossuth díjat, hála Istennek kaptam Liszt díjat, a Tiszti Kereszt fokozatot kaptam, a Kossuth díjat, tehát annyi kitüntetéseket kaptam életem során, hogy ez tényleg nem minden nap, és az én esetemben az, hogy rajztanárból énekes vált, és akkor csináltam az életemet, mondjuk, meg ezt az indiánt is ugye, véletlenül, de ide kitaláltam. Szóval, hogy mondjam, minden eddigi díj az valahogy azért úgy belefért, hogy egyszer még az is lehet, hogyha amilyen a világ, hogy még kap. De ez, hogy egy faluba, amit szeretsz, ott díszpolgárt adnak, ez egy teljesen megrázó volt, így, ahogy megcsinálták ráadásul. Mert én arra gondoltam, hogy leszünk egy olyan 15-20 át, vagy ott a faluból is egy. Nem tudtam elképzelni, hogy mikor elkezdtem, mert még Piti Katit megláttam, azt hittem rosszul leszek. Mert némi suttogást hallottam, hogy valaki, egy barátom mondta, hogy az interneten vagy valahol látott valami, hogy vendégek is jönnek. Hát, és nekem már többet nem bírok ki, mert egyszer nekem már volt Magyarországon, először Márta Pistai csináltak egy 50. születésnapot. Egy olyan hihetetlen ünnepség volt, az volt a teljes meglepetés, hogy Jordán Tamás, a Márta Pista csinálta a Merlin Színházban. Igen. És sutyorgást hallottam a hónapokkal előtte, és mikor felmentem, ott ült Márta Pista, meg hatan. És mondta, hogy hívj, hát így is gondoltam, ezt jól lecsesztétek, hogy csináltok egy születésnapot nekem, mert hogy gyere, mert születésnapi buli. És gondoltam, hogy a hatan, heten azért elég snassz, hogy és még én próbáltam lelket verni beléjük, hogy akkor így még egy körfölt. Mert tehát negyed óra. És egy kihalt úszka helyen, és gondoltam, hogy azért figyelj, itt valami nem stimmel, mert nem gyanakodtam. És mondta a Pista, hogy akkor gyere Tamás, és akkor kezdett csurogni, hogy igen, ezt tényleg nem lehet, hogy így csinálják. És benyitottuk a Merlinbe, és akkor ott a színház teremben, ott tömbe volt, vagy nem tudom, aki látta, hogy tévében ez lement. De az, hogy mit éreztem, azt nem is tudom, hogyha Éva nem vagy mellettem, akkor elesett. Nem. A Jancsót, a gyerekkori osztálytársaimat, a tanáraimat, szóval mindenki, aki... És ez volt még egy ilyen, ez a vakondéli, mert azt gondoltam, ezt nem lehet megismételni. Most nem a Pogó miatt, meg a Szami miatt, meg ezek gyönyörű emberek, de hogy vakondéliek itt voltak. Hát bocs, ennek a formának van a díszpolgár, és hogy ezek ilyen... A falu becsületét láttam, vagy hogy úgy értem, hogy én azt láttam, hogy ezek szeretnek engem. Hát mert ezek idevalósiak, a másik adja, az indiának mekkora... Azt csodáltam, hogy nem zenítenek rá egy harci, szívharci dalra, mert miért? Majd meglátjuk persze, hogy lesz még ennek, amíg vér is folyhat, persze. Na jó, csak gyönyörű, és ez egész egy csodaszép ünnep, és hogyha még egészségem is volna, akkor ezt felnéki ki lehetne lefegyelni. És este már se tudnám, hogy merre a népszerűség. Valamit innék, de most sajnos még akkor sem. A gitár most ki van véve a kezemből, tehát nekem nem ez a könyv kerekedett. Szóval nem aktív életem elmúlt, és az körülött nagyszerű, és miután szeretek itt lenni, minden megint azzal függ össze, hogy szeretek itt lenni, így jó. Gitár nélkül új dallamok nem jönnek elő. Próbálgattam és jönnek is, de szóval szomorú dolog, ezt most ezt nem is tudom. De Gézával is, hát meggyújulok, hogy még, mert hogy lehetne stúdióba bemenni és énekelni, mert ennek ügyes szegény vagyok, tehát nem színpadra nem mehetek emiatt, de csináltam egy karácsonyi lemezt most, egy kis maxi CD-t. Tehát fel tudtam énekelni, tehát nem okoz problémát, sőt a hangom, az énekhangom megjavult, mert az egyik rák dolganat elnyomt az egyik hangszálamat teljesen, és ott a másik vette át, egy friss hangszálam működik. Tehát jobb az énekhangom, soha nem volt énekhangom jó, de nincs értelme. Tehát én úgy látszik színpadra született ember voltam, nekem ott tudtam elégni, így üzengetni stúdión keresztül nincs szemem. Meg hát tényleg az is rengeteg energiát nem. Géza szegény készen lépve áll most is. Talán azért mostanában látta volna, hogy ilyen kedves ünnepelt eljött volna. Nem szereti a ceremóniát a Géza. Mondom, egyikünk sem nagyon. Egyelőre ezt a betegséget nem gyógyítja senki, de hát a Jóisten úgy akarja, akkor élve vagy, és akkor még adhat olyat is, hogy alkothatod.
Szállalkotott. Szóval, hogy csináltak valami versenyt, amikor értelme. Csak mi lenne? Hát én már amit tudok, szóval valójában tényleg az üzenet is, még az írásit, ezt a könyvet, amit meg az egyik darabját, az be kéne fejezni, illene befejezni, mert az az indián regény, jó, bármilyen ifjúsági regény, de az egy mégiscsak egy regény is annak, azt illene befejezni. Meg ugye ezt az indiát mégiscsak én ötlettem ki valahogy ezt, amit folyik, és ennek meg kellene írni azt a történetet, ami már senki nem emlékszik rajtam kívül. Szóval az sajnos olyan testállódik szerintem, mert szerintem nem fogja senki megcsinálni. Tehát ilyen dolgaim lennének. A rendrakás. Hát amúgy egy tök normális élet volt az enyém. Tehát mindenkinek, ha eljön az idő, akkor rendet laksz, és akkor úgy mész el. Tehát erre kuknál, hogyha róla nem emlékszik. Szabad még egy? Mindent. 90-ben egy beszélgetésünkben nagyon kétségbe voltál esve, hogy megvolt a rendszerváltás, nincs szükség rád többet. Most te mit csináljál? Ez egy pillanatnyi hangulat lehetett. Nem csak pillanatnyát, akkor többen is mondták, hogy kihúzták. És hogy látod? Rengeteg dologra volna szükség. Szóval, hogy most három csatornás lenne, azt se győzni. Mert a nehéz időkben születnek azért a dolgok igazán, és akkor azt hittük, hogy könnyű idő jön, és te jön nézze a főtámlán. Amiben nincs szükség ezekre a mi komor gondolatainkra, amik a dalokban állandóan rendre előbukkantak, és hát kiderült, hogy rosszabb idő jött. Ah!